Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ez itt a Tiny Rogues, ami egy szeptemberben megjelent játék, 2022. szeptemberében megjelent játék, egy roguelike játék. És most megkapta az első kiegészítőjét, még Early Access, de már megkapta az első kiegészítőjét, ami brutálisan sok contentet hozott, ingyenes játék kiegészítő. Szóval igazából egy nagy patch. Most évvégén, 2023 évvégén kapta meg ezt a Between Heaven and Hell-t. Brutálisan sok fegyvert, szintet és rengeteg kombinációt hozott a játékba. És úgy gondoltam, hogy ezt muszáj nektek megmutatnom, mert tuti biztos, hogy imádni fogjátok. Van, aki azt mondta, hogy hát eddig ez a játék egy ilyen okés roguelike játék volt. Viszont az update után brutál jó. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Lesz még kettő kiegészítő, és akkor azzal válik 1.0-ással a játék, azzal jön ki az Early Access-ből. Szeretem, amikor egyébként ilyen indie játékok olyat használnak, hogy ilyen CRT effekt. Tehát ezt például itt le tudom húzni, és akkor már is látjátok, hogy amúgy nincs is rajta most effekt. Itt meg így hogy kinobborodik. Na, azt mondja, 40%-on alapbeállításokon hagyjuk. Nézzük. Azt mondja, hogy play. Igen. Első save file lesz. Mastery level 0. Azt mondják, hogy hozzunk lelkeket. És ott van a bonfire. Pillanat. Elfelejtettem, hogy tönkrement a bal analóg a DualSense kontrolleremen. Úgyhogy gyors kontroller csere, most már jó lesz. Azt mondja, válasz a klaszt, de hát jelenleg csak egy klasszunk van. Lehet választani starting giftet. Kezdhetünk 3 kulccsal. 35 golddal, 6 bombával, vagy több HP-hoz férünk hozzá. Legyen ez a több HP, hogyha azt adja így alapból. Word tier. Word tiereket is lehet választani. Hát itt azt mondja, hogy kezdjük el egyelőre a kalandokat. És ha sikerül, akkor újabb ellenségek fognak megjelenni. Az ott fölül mi? Itt vannak a klasszok. 17 klassz van. Én vagyok a kiválasztott, csak semmi nyomás. És ez pedig itt a Cinder. High score-t mutat, streak-et mutat, Mastery XP, szorzó. Érdekes. Ez érdekesnek tűnik egyelőre. Dark Souls-os roguelike. Ha. Le tudjuk győzni a halált? Jó. Hát persze, hogy legyőzzük a halált. Üdvözöllek, utazó! Azért vagyok itt, hogy segítsek a kalandjaid során. Az LS-sel tudsz mozogni, tehát a baloldali stickkel, gondolom itt a VHD-t írná egyébként. Jó, tehát tudunk dash-elni, és tudunk X-el bombát használni. Commodore 64-en szebb játékok voltak. Ezt most nem értem. Hogy ez most... Ez most hogy jön ide? Fel kell fegyverekezzünk, hogy erős ellenfeleket legyőzzünk. Jó.
vegyünk fel valamit. Azt mondja, hogy van itt egy wooden sword, egy crude bow és egy wand. Jó, hát legyen a kard. Vagy mindent föl lehet venni, és akkor lehet váltogatni. Aha, értem. És akkor lehet... Aha. Na várjál. Szóval... Megnyitjuk az inventory-t Y-nal. És betesszük a wooden swordot. Oh, nice! Amíg emlékszebbek voltak? Nekem se Commodore-hoz, se Amigához nem volt ezért semmi. Nekem az kimaradt. A körte növeli a dexet, a hús növeli az STR-t, és a cukorka növeli az intelligenciát. Oké. Okay. Igen, ez ilyen szobáról szobára menős szobatakarítós D, igen, igen. Az STR, a dex és az int növeli a sebzését a fegyvereknek. Na nézzük. Nézzük meg, hogy mivel skillel a fegyverünk. Ezek a statok adnak equip loadot, tehát az STR ad equip loadot, a dex movement speedet, a cukorka pedig mana regent. Jó. Használjunk flaskát. Jó. Ja, hogy mindent fel tudunk venni. Azt akartam megnézni, hogy a fegyverünk az miből scale-el vajon. D és STR scale-e van. 2,5 attack per second. Valószínűleg mindegyik D és scale-ű. Így van. Na, kaptunk 5 lelket. Equip load capacity. Weapon damage. Ott mutatja, hogy az 1 STR az amúgy mit adna nekünk. Jó, menjünk erre. Na, egy fontos dolog. Na ez. Jó. Hú. Lehetne bombát is használni. Mint hogyha lenne valami autó-targetelős rendszer is egyébként. Ott volt valami kör a zenemén. Manasztárt fölveszünk, akkor 3 meteor jön le az égből. És random enemikre damol 247-et, 247-től 618-ig. Oké. Okay. Mindig kritelünk close range-be. Ez a manasztár, ez nem tudom pontosan mi lehet. De menjünk akkor az intelligencia felé, hát a... Amúgy ez eddig nagyon, nagyon királynak tűnik. Mindkét irányba van wooden chest.
Green Blossom, ez ilyen megzabálható cucc, stamina surge-ot ad, hogyha megesszük. És ezt hogy esszük meg? Ja, nyomtam egy balrát, oké. Okay. És hogy nyomok egy obrát? Ez mi volt? Ja, azzal iszom a potit. Várjál. Most be van rakva az I is, és hogy tudunk váltani? Ó, megvan! Megvan. És akkor ezt ki kell robbantsuk. Random Companion. Az meg ott kesztyűt adna a jobb oldali. Lehet, hogy kikapcsolom a kocka számokat. Meg fog minket etetni a gyerekeivel. Ez eddig milyen királynak tűnik már ez a játék. Na hát, egy bosszos legyőztünk eddig. Light Bulb. Vampire Fang és Horse Shoe. Lightning melee damage. Melee damage, mindegyik melee damage-et nyom. Valamelyik striking, valamelyik szúrós, és valamelyik pedig lightning melee damage-et. Hát én ezt nyomom, ezt a lámpabúrát, vagy mi az, az izzót. Favor szólért. Hol is látszódik? Ja, 15 szólon van. 10, tehát 30-ért tudunk valami statot szerezni. 10-ért tudunk kílelődni, és tudunk attunyolni itemeket. Ez vajon mit csinált? Mit csinálhatott ez vajon? Szevasz, teki, szevasztok, srácok! Ja, hát akkor valószínűleg ahhoz olyan item kell, amit lehet így attunolni. Na, és akkor... Hogy támad az angol, na? Kaptunk ilyen különféle dice-okat, amit még nem tudom, hogy mire jó pontosan. Uncommon fegyvert lehet itt szerezni. Aha, egy Octo Crossbow-t. Kétkezes crossbow, C-s szkélelésű. 70 és 147-es sebzéssel rendelkezik. Tehát akkor ez... sokkal gyengébb. Ez sokkal gyengébb. Nem is lövünk vele gyorsabban. Na ez a kasza, ez B-s dex skillelésű. Az amúgy jöhetne, mert akkor a bow-val jól működne a dolog.
Ja, ez weapon range medium. Na hát, ja, ez akkor jöhet. Na várjatok. Ó, értem. De érdekes, nincsen kulcsunk, úgyhogy mondjuk szól is kell. Jó, ez a kasza, ez... OP. Tudunk venni, mert hogy lehetőségünk lesz venni valamit. Random potion. Egy random potion. Nem kell random potion. Purging Stone. Cursed képes levenni. Kulcsokat tudok venni. Obsidian Dice. Réteket tudunk cserélni. Hát én nem tudom. Kulcs. Pawn Shop. El tudunk adni felszerelést. Igen, ez itt van nálunk. Jó. Na, azt mondja, hogy ide kell dobjuk a cuccot a földre. Drop. 3 pénzt ad érte. Jó. És akkor még eladjuk a wandot is. Azt mondja, nem a legjobb, de ad érte 3-at. Tavernával le tudunk ülni, inni, ott meg kulcsot tudunk szerezni. Jó. Úgy mindenkinek közben, srácok. Abba a tehát oda csak úgy tudunk menni, a cukorkáért, hogyha berobbantanám az ajtót, mert ugye be van izé omolva. Úgyhogy ezt sajnos ki kell hagyjuk most. Egy csomót kritelünk amúgy ezzel a fegyverrel, tök jó. Ott van egy átkozott láda, a bomba fele megyünk. Mert az előbb az például jól jött volna. Garantált cipő, garantált kesztyű, mert a cipő... Olyan hűvös vagyok és magányos. Egy Banshee. Hűvös és magányos Banshee. A halál kedves velünk. Ne féljünk az érintésétől. Tessék, már 2 boss legyőztünk, srácok. Hát amúgy tényleg van cipő. Equip loadot növel. Mana Star spawnol ránk, hogyha dash-elünk. Wow. Ez pedig target, offhand cucc, blokkot és ivédet ad. Ez pedig Uncommon Cloak. Ez is növeli az Equip Loadot, ez egy Body Armor. Ha damage-et kapunk be, akkor Mana Star spawnolódik ránk. Nekem ez tetszik. A Merlin cipője. És már magamra is rakta. Jó, na nézzük. Na, végre működni fog ez a meteor hullás. A dzsungel. Hát...
igen, nincsen 30 pénzünk, és nem is kell hílelni, altúnolni se. Menjünk akkor rá a körtére. Hű! Bomba, cukorka. Hogy pörög az a répa ott? Jó. Kulcsod lehetne STR. Az egy vad répa volt, így van. Hozzáj egyet dessálnám, hogy... jöjjön a meteor. Most meg kéne nézzük, hogy milyen lett a sebzésünk. 90-től 188-ig. Az egy csomó bomba lenne jobbra, viszont Golden Chest az sokkal érdekesebb, szerintem. Bomba és pénz. Véres oltár, pénzt tudunk áldozni, és akkor... hát nézzük meg. Azt mondja, hogy bomba lerak, és megnézzük ezt a helyet. Na nézzük. Blacksmith Whetstone-t fog adni egy HP-s sebzésért. Weapon level tud upgrade-elni. Mili weapon 4-re, nem mili weapon pedig 3-ra. Na, hát nézzük. Use. A kaszát fejlesztette. Kasza plusz 3-as lett. Kasza plusz 4-es lett. 114 és 239 között van a sebzése. De jó. El is tudunk adni. Random resin. Na, kapták a répákok. Fire Infusion. 10 szobán keresztül tartó, 10 kötél 40 fire sebzés. Hogy is kell ezt elnyomni? Így. Random Potion. Hát egy Random Potion, tessék. Stamina Potion. 10 szobán keresztül gyorsabb lesz a Stamina Recovery, tehát a dashünk, ugye. Golden Chest, meg Intelligencia. Hát az Intelligencia nem, inkább ez. Ez a Meteor hullás dashnél, ez elég erős. Bombák, hát ez nem. Garantált sapka. Az jöhet. A természet békét megzavartuk, mondja nekünk a mandragórás. Kit érdekel a természet békéje? Feldühítettél? Ez most már személyes? Inasbarakva. Ez már a harmadik bosszunk. Na nézzük. Frostpark Quiver, Equip Load növelő, Bóra és Crossbóra, Cold Damage. Nice, amúgy ez tetszik. Igazán 85-115 damage. Physical damage-et ad. Ja, hogy az Equip Load-ra, úgy ad az Equip Load-ra, hogy valójában az elvesz. Detektív sapka, ez egy set item, hát beszarás! Ezt nem hiszem el. Tehát set item is van a játékban. Na nézzük.
minden egyes intelligencia pont ad 1% lucky hitet. Jelenleg 5 intünk van. Hát csak ugye nem az intelligenciára megyünk, de set item? Jesus, mekkora menő. Azt mondja, hogy physical damage-et kapunk, az pedig... Hát amúgy én ezt felveszem. Nézzük meg ezt az offhandet. Hát most így kísérletezünk. Az offhand, az gondolom... Ha mondjuk kivesszük a kaszát... De várj, nem. Ott van az offhand. Jó. Tehát akkor most, hogyha fegyvert váltunk, akkor most ez tüzes lesz. Jó. Nézzük meg! Na és most már tudunk... Favor... És ki tudjuk választani, hogy bizony mi ezt akarjuk. Ja, hogy ez a... stamina? Jó a stamina amúgy. Több dash-el és több meteor. Amúgy tényleg ott van a fagyasztó sebzés. Hopp, és szintet is lépünk. Fatigue, debuff, ami movement speed-et csökkent. Hogyha kritelünk, akkor fatigue debuffot okozunk. 10% esélyel kritelünk. Best friend forever, companionok. Aha. Tehát megnöveli a statjainkat a kompanionjainktól, attól függően, hogy mennyi van. A kétkezes melee weapon egykezesnek számít, és engedi, hogy offhandet használjak mellette. Ha fél másodpercig egy helyben állok, akkor megmárkolja a leghp-sabb bennemit a szobába, a Hunter's Mark-kal. Nice. És a Hunter's Mark pedig ott van, hogy mit csinál. Garantált lucky hit van az enemém vele. Na jó, nézzük meg ezt a Best Friend Forever-t. Nem akar működni neked a vovos? Ó. Oh. Na nézzük itt, mit osztanak. Egy wandot. Egy chakramot. És egy axot. Hát, az ax az nem. Fish and chips, intelligencia és STR. Azt nézzük meg. Ja, most senkinek nem megy. Na hát, látjátok, még jó, hogy nem bóhozom. Pedig az lett volna a terv. Hajnali 3-kor maintenance volt, azóta nem megy. Micsoda? Komolyan, Loli? Brokkoli 3, Dex! A izé? Nem lehet nyomni a klasszikot? Klasszik az ilyenkor nem megy. Két kulcs. Body armor. Happy arc stuff. Mi? A, figyelj meg. Chain lightingot nyom. 9 kötőjel 960 sebzés között. De az megy, de én azt akarom, hanem midi pluszhozni. Én is azt akartam volna. Fú, de örülök, hogy most nem abba kezdtem bele. Radiant sebzés Millinek azt a rohadt, és ott van, hogy attunolni kell.
Na jó, 25 ér veszünk egy ilyet. És ugye ez megy a milli fegyvernél. Ja, csak atunolni kell, úgyhogy nem fog menni, jó? Én ilyen 15 körüli kulcsokat megyek. De az a helyzet, hogy már nem emlékszem, hogy hogy kell játszani. Na, upgrade-el nekünk 20 goldért. Az upgrade level 10% plusz damage-et ad. Na, upgrade-eltál az íjamat, amit most éppen használunk. Még 20 goldért upgrade-elne. Jó van. És armort lehet javítani, hát ez hihetetlen. Na jó, megyünk még tovább. Hát amúgy... Dex vagy pénz? Dex vagy... Csak a sebzés. Nem, a WoW nem jut a tartó sorsára. Esti erés Dex! Let's go! Kéne valami jobb így nekünk. Na most már durva startjaim vannak. Random Companion. Miért Companion? Kezd elég komplex lenni? Ja, hát én itt folyamatosan lepődök meg, hogy mik vannak. Set itemek vannak, armor javítás, ilyen buffolás, amúgy rohadt jó. Ezek meg itt a gargoylok. Klasszik gargoylok. Megbosszullak, mondja ő. Nyilván egyszerre kellett volna halniuk, az lett volna a legtutibb. Jézus. Snowpell Companion. Range damage. Na, az mondjuk jöhet. Range damage. Melee damage. Nem akarok csigust. Range damage. Echo shard. Na, jöhet ez amúgy. Köszi. Na, most annyit csinálunk, hogy berakjuk. Oh. Aha, és most akkor ő van berakva. Mondjuk nem tudom, hogy az hogy lehet megcsinálni. Aha, tehát váltogatni lehet a kompaniont. Bujékos neutron. Ez már Elden Ring, hogy duplaga? Mondjuk igazad van. Na, tudunk... Hát amúgy pont nem tudunk semmit. De tudunk atunolni, ami azért király, mert most be tudjuk rakni a torcsot. És most, hogy be van rakva a torcs, ha berakom ezt, akkor elvileg plusz sebzés. Set itemes stash. Kétszáztizennyolcas sebzés, azt a rohadt! Bohóc maszk. Amikor tauntolk egy elemit, akkor fírelem is. És periodikusan 8 szekenként tauntolunk. Mi ez a gém? Azt a rohadt! És bohóc maszkon van, azt nézzétek! Brokkoli 3 dex. Let's go! Jó lenne hílelődni. Ding-ding! Combustion!
Hát ez nem működik sajnos, mert hogy nem nagyon égetünk. Szúrós sebzés punctured okoz. Nem triggerelt lelki hit esetén Blessed Hammer 190 kötőjel 427 radiáns sebzés nyomat. Jó. Jelenleg 10% lucky hitünk van. Remélem ezt látni fogjuk. Egyértelműen event. Pihenünk. A pihenés feltölti a HP-mat. Nagyon jó. Búz! Hát mehet a pawn shop eladni a cuccokat. Na, én ezt a light bulbot ezt el is adom. Pretty nice, 15 gold. Pretty nice. Oda néz. Mikor ezeket a játékokat nézem, mindig azon gondolkozom, hogy a Commodore 64-re vagy az Amigára miért nem tudtak annó ilyen játékokat csinálni. Hát akkor még... hát, hogy is mondjam... Nem született meg az ötlet, hogy ilyeneket is lehet, gondolom. Nem tudom amúgy. Azt mondja, nem érdekli a stamina poti. Haver. Ilyet nem lehet mondani, hogy nem érdekel. A szeparátor. Na, most azt adjuk el. A szeparátor plusz 2, 15 goldért. Let's go. Lollipop plusz 3 int. Az a gond, hogy ez most így nagyon jó meg minden, de hogy így abban nem szkélel semmi. Szóval pénz. Nem jó. Poisont kaptunk, megkaptuk az első sebzésünket, srácok, 25 perc után. Nem jó. 10 szobás hatás. Ilyen összetett játék néhány kilobájtban nem fér be. Hát én elmegyek a tavernába. Ott még nem voltunk. Goldért feltölti a HP-mat. Kösz. Kikúrált minket a zápoló kisasszony. Amúgy... Ezeket a retro dolgokat majd egyszer olyan szélesen kipróbálnám, mert azok kimaradtak nekem. Itt akarok maradni egy estére. És akkor rirolják a taverna látogatókat. Peace damage. Viszont berúgás stack. Micsoda! De mi kell? Tehát, hogy még be is lehet rúgni? Tehát, hogy több lesz a sebzésed, de berúghatsz. Százalékos damage overtime. Whisky is van. Attack speedet ad a whisky. Agyad. Meg is iszom mindjárt. Agyad. Sip. Good day to you. Kain, te vagy az? Purging Stone-t lehetne venni. Ez, hogyha költök erre a Purging Stone-ra, akkor good statot kapunk.
Amiga, Commodore 64, Sega Master System és NES. Hetente egy-egy olyan? Azt mondja, reméljük, hogy nem bántjuk meg. Egy igaz harcos mindig visz magával Reaper Powdert. Adjad, adjad. Jó, én hiszek neked. Storm in a battle. Summoned Stormot lehet kérni, és ez az interakció a kaotikusad plusz egyet. Ha. Jó, hát amúgy erre nem volt pénz. Mage. A Mage Stash az nem jó. Nem kell mágikus fegyver, szerintem. Na, szóval plusz egy kulcs. Az a gond, hangos maradt a játék, bocsi. Plusz egy mana csillag. Van bomb. Ja, értem, hogyha bombázok, de nem nagyon szoktam bombázni. Random poti. Adjad a random potidat. Micsoda hőkövetős lövedék. Anger Potion, Attack Speed. Jó van, akkor megisszuk. Oh, garantált set item! Sphinxes, srácok, Sphinxes. Osztorok! Mi komoly a Sphinxes? Na most! Ja? Figyelj már, nem látom, hogy mi van. Ez mi volt? Valami megsebzett. Sphinxes L2P. Hopp, na, a fele már megvan, ahogy látom. Az ott. A Lich King koronája. Na, mondj. Növeli a kolcsebzést. És a kolcsebzésünk Frostbite-ot okoz. A Frostbite pedig egy stackelős cold damage. Jézusom! Na. Szóval, Pócsapka mit csinál? Tauntól és néha Fear-el. Jó, akkor ezt swapeljük. Swapeljük oda a 8-asra. És mi van még? Rainbow Talisman. Növeli a Fire a kolcsebzésünket 20-szal. A Lightningot és a Poisont is. Nem, ez Ice Crown lesz. Ice Crown Citadel. A Lich King sapkája. Azt mondta, hogy itt most megint nem tudunk mit használni, mert csak atónolni. Tessék. Pénz, potion. Milyen jól nézett ki az a villám, láttátok? Harry Potter sepphely. Ja, rohadt jó eddig ez a játék. Int. Ott van, hogy még egy kis ideig rajtunk marad a... A Pia buff. Ó, basszus. Hát ez így grippentyű lesz. Ott volt a Blast Hammer, láttam. Rare fegyver. Na mi ez itt? The Hungry Blade. Éhezés. Háromszázszázalékos critical hit. A
bosszú tányi lelkekész, és ott már komolyan dompi, de basszus, nem is figyeltem. Legendás item, unikornis spear. Nagyon jól szkélelős, nagyon jól szkélelős. Spear melee, BBC. Ez akkor a Big Black Corn. A nagy fekete kukorica, szkélelésű. 25% increase damage. Ez egy olyan cucc, amit nem lehet itt hagyni. Far range-ű. Jó, mi van még itt? Szóval ezek ilyen unique itemek, ahogy látom. BD. Aha. Ez ászkélelésű. Amúgy lehet ezzel kéne nyomni, de ez... Hát mi az a primary attack? 476 és 981. Hát jó. Na. Azt mondja, hogy swap. Ez miért is nem megy? Nem megy ez valamiért. Ja, mert hogy ez kétkezes fegyver. Igaz? Valószínűleg azért van, mert ez kétkezes fegyver. Nem látom, hogy... Ja, ott van 2H. Oh, shit. Hát ez van. Na, rámegyünk a dexre. Kemény. Try your luck, arcade. Solart! Solart, srácok. Ne haragudjatok. Bármennyire is arcade, ezen most túl kell jussunk. Asztorol! Beszorítam! Tanak. Brave the unknown. Your worth here is now one. Újabb fél enemik jelennek meg. Mastery level 2. Igen, XP-t kapunk, az alapján, hogy mennyi boss győzünk le. Szintenként tudunk egy perket lefoglalni. Igen. Nem kellenek ahhoz, hogy sikeresek legyünk, de segítenek rajtunk. Állokoljuk és aktiváljunk szinter modifiereket, hogy gyorsabban szinteződjünk. Jézusom! Na jó. Szóval... Ez kell. Szóval akkor erre el tudunk indulni. 11 óra. Ha. High roller. Na itt mi van? Aha. Backup armory. Az jó lehet. Easy mode. 30%-kal kevesebb HP-ja és armorja van az enemynek. Plusz egy lák az első és a második szinten. Boss fightoknál plusz egy soul heart. Aha. Na ott van, plusz egy HP flaskával kezdünk. Az árak 20%-a lejjebb mennek. A remény ad nekünk egy soul heartot. Szerintem ebbe az irányba megyünk el most így. Hirtelen én azt mondom nektek, hogy egyszer azért tudjunk revive-olni. Jó. Így jó. Így jó lesz, nem? Na és amúgy most megjelent 1, 2, 3, 4,
5 karakter. És mi van még itt? Ja, itt van a Vertir 1. Le kell győzni a halált. Oké. Warrior. 10% base attack speed upgrade szintenként. Aha, látom már. Ott van a hős, 2 HP-val kezd. Várjátok, átmegyek ide. 2 HP-val kezd. És nagyjából egyensúlyozott statokkal. A Warriornak 5 STR-je van, érthető. Biblia, Cleric Robe, azokat meg lehet nézni vajon, hogy így azok, hogy mit tudnak? Lehet majd, hogyha elkezdem, akkor igen. Ja, és a Cleric szintenként egyszer revivalódni tud. A lovagnak a blokkpontjai frissülnek azelőtt, hogy belépne a boss fightba. Ez is nagyon jónak tűnik. És itt van a Ranger. Ő meg plusz egy ivédet kap. És van még sorcink is. És hogyha belépek egy területre, egy új területre, egy új floorra, a sorcival akkor kap egy soul heartot. Na jó, itt mindegyik nagyon érdekesnek tűnik. Én azt mondom, kezdjünk a Warriorral. Így elsőnek. Jó? Vertir 1. Gondolom én, most az fog menni. És akkor ezek hogyan oldódnak fel? Ja, Mastery levelnél. Tehát 10-es Mastery levelnél lesz újabb gift. Ja, hogy ez a sor feloldódik majd. Jó. Plusz 1 HP. Jó, mert amúgy a plusz 1 HP. Nekem ez szimpatikus. És itt alul mi volt? High score. Lehet növelni a Master XP bónuszt nehezítésekkel. Aha, de aha, ezek a nehezítések úgy oldódnak fel, hogyha egyszer már legyőztük a halált. Jól van. Na, akkor ez is. Basszus. Kettő bomba, 10 arany. Wooden chest. És pajzsunk miatt ott van egy shield rajtunk. Dex. Gold. Hát menjen a láda. Beefasz kell nekünk. Gold. Beef. Várjátok, megnézzük. Chest. Cöci malac, lesz nem volt a magán. Garantált uncommon item. Az meg egy sapkát ad. Legyen az uncommon item. Egy Minotaurus. Alá lehetne egyébként rakni egy bombát. Feldühítettük.
Azt mondja, győzzük le az összes World 1, Floor 1 boss-t. Tessék, még achievement is jött. Na. Kapunk egy Serpent Orbitált, ami 108, kötél 163 poison damage-et nyom, és poisont okoz. Aha. Wood Mask. Na ezzel már durva lesz az equip loadunk. Na várjatok. Aha. Garantált Ruthless Hit, dash után. Ez megnöveli a top damage-ét a fegyvernek. Jó. Krokodilus gyűrű az lehet, be is rakjuk. Ja, hogy ez így cserél? Aha. Nem baj. Most ugye a plusz egy HP-t áldoztuk be. Na, és akkor elmegyünk a beef-re. Random Potion, Tia. Attack Speed. És akkor bemegyünk oda, ezt meg visszó. Na, azt mondja, hogy van itt varázslós cucc. Falkion. Divine Triangulum. Ez nem szkélel semmiből. Manát használ. És a primary attackja 4.32 és 8.23-at nyom. Hát ez érdekesnek tűnik, úgyhogy berakjuk. Jó. Ha a mana nem erül, és tovább nyomom, akkor piros lesz a mana. Gift. Na nézzük. Bomba volt benne. Meg Power Shard. Nice, amúgy ez jó. Ha radiáns sebzést kapnak, akkor én és a kompanionjaim Holy Fire-t kapunk, ami fire damage-et ad. Az a gond, hogy ez nem fog sokáig kitartani. Amikor kritelünk, vagy root lesz, akkor berserket kapunk, a berserk pedig ad egy az egy buff, 20% attack és movement speed. Na jó, ez kell nekünk, a berserking. Increase damage egy szobára. Ja, berserking. Hát most ugye az elején jó lett volna az a tüzes. Lehet, hogy azt amúgy be kellett volna vállalni. Burger. Rámegyünk a burgerre. Ez nagyon csúnya volt, srácok. Ez nagyon csúnya volt. Egy charm, egy sapka. Nézzük meg ezt a charmot. Kimerészel belépni a lerbe. És jött a lich.
Jó. World 1 Floor 2-ből levertünk mindenkit. Na, egy újabb gyűrű. Egy rare gyűrű. 10% damage minden körzér, ami rajtunk van. Dashnél 2 stack haste. Movement speedet növel. Ez a charm pedig növeli az equip load kapacitásunkat, az kell. Ja, és akkor a charmok ott vannak alul. Jó. Bevállalom, hogy nem hílelek. Ez itt már kezd erős lenni. Dex. Láda. Event, mehet az event. Megfogjuk. Magic Findot kaptunk. Megáldottak minket. A pylon megáldott minket. Set item vagy STR? Set item, mit szóltak? Jó. Szevasz, Bendegó. Szevasztok, srácok. Meteor Armor. Aha, hogyha elszívódik a manám, akkor rögtön kapunk vissza, felét visszakapjuk. És ad egy manát. Hát ez ilyen... Mi? Ja, hogy ez nem egy sapka. És az enyém az mit csinált? Ad egy HP-t. Érdekes. Ez egy ilyen varázsló warrior. Ez egy varázsló harcos. HP, biztos nem megyünk oda. Aha, és most lehet atunált, és ott tudunk upgrade-elni. Megjavítani. 20 gold, tessék! A triangulum... Na várjál! Rossz fegyvere van a kezemben, ne a triangulumot fejleszt, hanem az alapfegyvert. Még az alapfegyvert? Hát akkor inkább már a triangulumot. Na jó. Maxos. Ezt a fegyvert az alapfegyvert... Na mindegy. Mindegy is. Na, szóval, STR. Egyértelműen STR. Nagyon jó. Bomba Ranger Stash. Az nem kell. Bomba... jó, akkor legyen ez. Üdv mindenkinek egyébként közben, srácok. Hali.
Tudjátok, szerintem hasonlít ez a játék a Soul Nitra. Az nem vágom, hogy csoda. Machine Gun. Soul Knight? Nem, úgy se vágom. Hát ez beteg. Nincs CD-je. Nincs CD-je az a helyzet. Plusz kettes. Amúgy. Jó, adjad. Random Companion, Body Armor. Body Armor nem... Kula bácsi! Mármint, hogy micsoda méhecske! El kellett volna szökják! Nézzük, mit ad? Horse Companion, igen, movement speedet adnak a lovak. Mana Worm, Magic, igen. És ad plusz egy manát amúgy nekünk. Sound Damage. Increase Sound Damage. Ez a build nagyon nem az, aminek indult, csak mondom. Szervusz, White Recoil. Recoil. Üdv mindenkinek. Na, most már viszont... mert a HP növelés. Dex. Dex. Legyen Dex. Proximity Defense. Azt írja. Ó, ne! Leesett az armor. Rare fegyver. Ja. Dragon Slayer Great Sword. Mármint, hogy... Dragon Slayer Great Sword plusz 2. Aha. This weapon 100% crit hit. Mennyit is sebb ez az? Magammal elraktam egy bombát, ez szép. Na szóval ez 720-tól 1300. Jó, szerintem a Machine Gun az lehet serjelve. igen, berekedtem, de ez azért van, mert sokat kiabálok veletek, ugye? Osztorot! Na, szóval, plusz int, mondjuk nem szkélel belőle a fegyver. Az baj! Shrine. Ranger Stash. Kell a fejnek Ranger Stash.
ez a build már eleve nem olyan, amilyennek szerettem volna, tehát ez egy warrior build, de helyett itt chillingelünk. Stomping Blessing. Szuper effektív. Soul Heart, shop. Na az, kimono, plusz 2 stamina. Dex és int. Ints. Mármint, hogy kulcs. Jó van. Tessék. Upgrade. Ohohohohohoho. Mármint, hogy soul. Aha, hát a tavernában most nem megyünk. És pénz. Golden chest. Fish and chips. Jó, legyen a Golden Chest. Ez egy mimikes. Tü. Gargoyle farka. Axe. Lassan tele leszünk. Rare item. Garantált offhand. Garantált rare. Gargoyle farka. Próbáltam arra figyelni, hogy nagyjából ugyanúgy fogyjon a HP-juk. Na van egy palástos, plusz 2 mana, battle robe. Milyen van most? Ja, a meteor armor, ugye? A magic weaver-t azt már láttuk. Nem, miért nem láttunk. Ez elszív manát. Mana bónusz. Na várja már. Sapkánk nincsen, úgyhogy ez bármi is, ez jöhet. Növeli a debuffok effektjét minden intelligencia pontért cserébe. Hát igen, ez... Oké. Okay. Na, most tudunk olyat csinálni, hogy atunálás. Jó. Beef. Egyetemű beef. Majd, hogyha egyszer az STR statot kell használni, akkor az most nagyon jó lesz. Ahogy ki kéne próbálnunk a... kardunkat. Discharge. Aha, lehet mellé rakni offhandet. Hát a jelenleg lucky hitünk az 0%. Jó, akkor a Titan Grip-et kérjük ki. Na, és amúgy ki kéne próbálnunk a másik fegyvert. Slashing Damage. Az a gond, hogy sokkal gyengusabb. Tizenkettő STR-ünk van amúgy jelenleg. Tudnék kérni intet. Crit Chance, Mana Regen. Plusz egy XP. Jó legyen a lollipop.
Bomba, gold, gold. Kulcsa lehet bemenni, eladni a cuccokat? Az a helyzet, hogy kell nekünk. Obsidian chest. Logged chest. Marksman kép. 15% esély arra, hogy megismétli a ranged attackot. Ez most amúgy, én most amúgy mit csinálok? Ez egy magic instrumentál. Sheet. Jó, hát akkor burger. Mi sebzett meg? Francba. Armor refill. Erre álltak a WoW szerverek. Meg lehetne vásárolni. Jó, armort állíts helyre, légy szíves. Köszi. Beef, nagyon jó. Lollipop, lollipop. Jó, az a helyzet, hogy rámegyünk a lollipopra. No. Hát ezt nem így akartam csinálni, de nem baj. Kesztyűs, kesztyűs, van kesztyűsünk? Nincsen. Kesztyű. A szfinxes. Nem jó. Ja nem, ez fáraó, srácok. Mi ez a serleg? Mi a fene történik itt a képernyőn? Szóval minden robban a képernyőn. De legalább meghalt a fáraós. Bim, bim, bim. A Meteor helmet! Ott is van! Na nézzük! Mi? Inventory full? Hát akkor kidobunk valami ratyi cuccot. Drop. Mi a másik amúgy? Valami hülyeség. Na azt, azt nézzétek. Ott is van. Ja, hogy a set item az, amikor elfogy a manánk, akkor visszaállít 50%-ot. Ó, értem. És amúgy meg plusz egy manát ad alapból. Oda néz, milyen szetes vagyok. Na, srácok? Mit szóltok? Kell hír mindenféleképpen. Kell atomálás is. Ha esetleg nem lenne. Soulheartot lehet kiírni, meg STR-t. Hogy megy a fegyver? 206-433. Az a gond, hogy ez még mindig nagyon erős. Sárkányok ellen sokkal erősebbek vagyunk. Jó, beef. Júj, júj. Blast Hammer. Igen, az még mindig nem fog menni, mert nincs lakétünk. Ó, szóval nem kapunk statot az STR-ből, X-ből, meg az Int-ből, de a büntetések
pont megfordulnak. Tehát akkor leszek leterhelve, hogyha nincs nálam semmi, és minél több cucc van rajtam, annál könnyebben mozgok. Hát... most így. Jó. Jó, akkor szerzünk valahonnan Lucky hitet. Hogy így, most így akkor mi menne itt. 2-3 random consumable. Rám jött ez a szemét. Stamina Surge, hát igen, az a gond, hogy meg vagyunk telve, de semmi gond, mert kidobjuk innen ezt a... olyat megiszunk. Ilyet is eszünk. Ez mi? Random enchant a fegyverre. Amúgy ezen volt enchant. És azt lehet, hogy leszedtál? Enchantolt enemikre 25% plusz sebzés. Ja, valószínűleg amúgy leszedtál. Gift box pedig 3 random rivalt. Hoppá, boros. Boros. Képzeld, majdnem vettem egy Ryzen 5 3600-as procit, csak egy nap alatt felment 32.000 forintról 65.000-re. Na bakker. Na, az armorihoz bemegyünk, hát ha lesz valami jó kis fegyó. Happy Spider Summon Tome. Mit mondasz? Spellbook Magic 1045 kötőjel 2201-es szúrósebzés. Csontkasza. Igen. De azt hogy? Na jó, ezt muszáj kipróbáljuk. Magic Stash. Nem látom, hogy hol vagyok én. Megesz a cápa. Szaxofon, kétkezes szaxofon, azt a rohadt. Na ez. Emóció. És hol van az emóció? Tehát 100% lucky hit azok ellenfelek ellen, akiken van emóció. Szóval az intelligencia felé fogunk elbattyogni. Azt a rohadt! Ripentjük! Jó. Kéne nagyon HP. Alchemistes. Plusz egy mana, hát... Jó, agyonvágtuk az alkemisztást, na most ez lesz a megmentőnk. Na nézzük. Hát ez kuka. Gargoylé farok, na nézzük. Luck Potion. Adjad.
Mana Potion. HP Potion. Stamina Potion. Ahogy elsalasd, hogy a Rainbow Potion. Persze. Na és akkor most nézzük már meg, hogy amúgy... Ja, hogy az Red Potion. Hát majdnem stamina. De 10 szopáig legalább erősek leszünk. Shrine. Shrine Blacksmith. Na ez. Na várjál csak. Tehát hanyas a triangulusom, 3-as. De a spider-eset tudjuk fejleszteni. Zsír, maxos. Jó. Event, mehet az event. Volt, igen. Garantált offhand. Kicsi humános, mondja nekünk a krákenes. Bár csak tudnám melyik a te sebzésed, gondolom a fehér az enyém. De azért kerülöm. Gyere elő, csápos! Csápos, gyere csak elő! Ja. Az armor tört. Hatodik boss. Fú. Na és akkor van nekünk itt egy soul shieldünk. Azt mondja, ha belépünk boss szobába, de nincsen soul heartunk, akkor ad egyet. Boxing short, ad egy staminát, megnöli az unarmed attackok attack speedjét stamina alapján, és rabbit charm, lucky hit chance. Na azt látom, hogy egyetem, hogy az kell nekünk. Na, hát a hetedik floor. Közeledünk a halálhoz. Még mindig barbára játszunk, noha amúgy ez nem érződik annak. Piszolér hílelődünk. Én úgy érzem, hogy ez muszáj. Minusz egy, mert hogy plusz egy int, minusz egy dex. Akkor már inkább bomba. Lootot dob. Alchemist-es. Nagyon jó AOE-je van ennek a fegyvernek, úgyhogy... Ne, nincs kulcsom. És ugye visszafele már nem lehet menni. Unlucky. Random resin plusz egy int. Obsidian chest. Az a helyzet. Ja, bomb. Jó, chest. Igazából csak körben jön a pályán, azt halnak. Spiritus talizmán. Huszonnégy százalék crit chance-t kap a kompanionom, de hát ilyen, hogy ezt ilyet nem használok. Az micsoda? Elmész a fenébe, de komolyan. Na, legalább ki tudjuk próbálni az árkádost.
Jó, egy kis slotozás, srácok. Ereg a slot. Az a jó, hogy van most egy csomó pénzünk. Ez mi? Random enchant fegyverre. Ja, csak tele vagyunk. Na várjál. Jó, ezt a maszkot kidobjuk. Na nézzük. Várjál. Random en... Na várjál, azt mondja, hogy apply-ol random enchant modifier-t a fegyverre. Tehát jelenleg a happy van rajta. Aha, és akkor ez ilyenkor lekerül. Tehát 25% increase damage az enchantolt enemik ellen. Jó, mi van még itt? Blacksmith whetstone. Na. Ezt eljúzoljuk. Ja, csak nem tudjuk már mire. Hát akkor droppoljuk. És ez itt mi? Nanosuit. A flaska feltölti az armorunkat. Na jó, kell flaska, és akkor ez amúgy... Ja, csak nincsen atunolva. Nem baj, szerencse játékozunk, mert most van pénz. Más nem, legalább eljátszok a sok pénzünket. Kulcsot adott, meg az ott nem tudom meg. Guardian Angel. Plusz egy revive, plusz egy armor. Háromszor lehet atunolni, és legendás. Legendás cucc. Hát, én nem hiszem, tehát, hogy annyi cucc... Annyi cucc van már nálam, ennek el kéne adni. Ezek, hogy revive-os. Az mi? Az mi? Azok micsoda? Happy Zweihander. Plusz 150 slashing damage az STR alapján. Én felnőtt fejjel kb. 10 éve kitaláltam, hogy újra játszanék PC-n 10 év szünet után, és erre építettem nulla akkori tudással utána jelese egy nagyon belépő szintű gépet. Aztán évről évre szépen mindig felezgettem, a régi cuccokat eladtam, hardware aplón és jófogásom, majd i9, 64 GB RAM, 4070 Ti-on van. Hoppácska, nyomod Neutron, az amúgy elég korrekt. Ja, és SS szkélelése van. Szia, sárkányos Greatsword. Szia. Jó voltál, hasznos voltál. De itt van nekünk Happy Zweihander. Na hát, még játszunk fin. Na ez mi? Deadly Big Chomper. Ez egy flail. 530, kötőjel 1108. A sebzése van. És kétszer csap. Az a helyzet, hogy már találtunk is jó fegyvert. Na ez a harangozó fegyver helyére megy, aminek még mindig durva sebzése van. Mi? Nem tudom oda tenni. De azt hogy? Swap. Jó, rossz gombot nyomtam. Ja. Értem. Ó, tönkrement. Na jó. Mi az, amit föl... Hát mondjuk ez valószínűleg sokat ér. Na, és akkor megyünk a kulcsra. Ja, csak találnia is kell nyilván. Jó, amúgy ez... Nem tetszik. Int és Strength. Biztos, hogy nem megyek lezárt láda felé. Garantált charm.
Ő a király a hegy alatt, ő a tűz és a halál. A vörös sárkány. Hú, a tűzes sárkány! Hú, pont nem kaptam be, vagy bekaptam a sebzést, nem tudom. Flaska charm plusz egy HP, body armor plusz egy HP, hunter cloak body armor, 20% crit hit chance. Jó, én charm plusz egy HP. Most ez nem működik? Én nincs plusz egy HP-m, srácok. Floor 8 közben, eddig 7 boss győztünk le. Na, hát ugye nincs 30, tehát nem tudunk kérni HP-t. Jó, sajna, de atunolni azt tudunk. STR intért, lezárt láda. Miért csinálod ezt velem? Ja, akkor elmegyünk. Ez miből scale-el? Intből. Akkor ilyet biztos nem fogunk most kérni, úgyhogy let's go. Obsidian chest. Jó. Gladiátor helmet. A blokkunk alapján ad megnövelt sebzést. Kemény. És még egy set item. Jó, megyünk tovább. Ó, nyalós, nyalóska. Na, nézzük csak. 1280, 2698 a sebzésünk. Tehát amúgy a triangulus az... az már elmehet innen. Meg amúgy ez a companion se csinál semmit, mert már nem sound damage-et nyomunk, hanem varázsolunk. Na, cursed golden chest. Nem akarok cursed cuccot. Jujjuj. Blokkoltunk egyet. Na, beat. És közben level up is egyben. Discharge. Manasztár fölvétele esetén meteor hull az égből. Uh-huh. Ez, ja, csak hoz manasztár kell. A manasztár attack speedet és mana drain refoundot ad. Ó! Oh. Hát nézzük meg ezt a sokkot. Ó! Oh. Nem is néztem, hogy mi a másik, csak egy, hogy végre eladhatunk. Nincs kesztyűm, se cipőm egyébként. Droppoljuk a HP-t. 4 gold, adjad. Na nézzük. Ez mit is csinál a krok is? Ja, rootless attack. Legendary body armor. Revive. Na mit a... What? A guardian angel? Hát 25 gold. Jó, spirites talizmán.
A Spirit Talisman, 10 gold. Igazából most mindent eladunk itt. Semmi nem kell. Ez 11 gold. A Happy Sun... A triangulust ezt mindenféleképpen eladjuk. Na, azért ad 20-at. Ez egy nagyon jó kezdő itemünk volt. Saxofont nem adjuk el, az Echo Shard... Hát végül is maradhat. Többi cucctal így nincs kell. Mondjuk ezt a Big Chompert is eladjuk. Azt hittem jó lesz, de nem. Nem tetszik. Na és most kipróbáljuk egyébként a saxofont. Mondjuk nézzük csak. 1310, 2759. Szerintem... Tehát, hogy így ez... Ez semmi nem fogja überelni. Berakjuk a Zweihandert, csak hogy bent legyen. De hogy így ez... Várjátok, a saxofont el is adom. Ja, amúgy a sebzését nézzük meg, igaz? Mondjuk ez alapján akkor inkább a Zweihandert kéne eladnunk. What? 33-at ad érte? Az komoly. Na, van egy csomó pénzem. Hát igazából... Jó, hagyjad a goldot. Hogy ez a lézer, ez így működik? Hát, be is kaptam a sebzést. Aha, Reaper. A Reaper az kell. Várjál csak. Nem tud ugye fejleszteni, de a saxofonon lehet, hogy tud. Teljesen felfejlesztette a saxofont. 690.416. Jó van. Azt mondja, intelligenciát tudunk kérni, valamint olyan fegyver, ami... Aha, hát én inkább az intelligenciára megyek. Nem tudom, hogy ott hogy nem sebződtem meg. Mármint, hogy egy sebzést bekaptam, de hogy így azt hittem többet is fogok. Plusz egy mana. Aha, és most már 5 manánk van. Garantált legendary item. Na, amúgy az lehet, hogy jól. Újjjjj. Egy szukubusz? Igen. Na. Én fegyelemért akartam könyörögni. Ő is megsebzett. De a 8. boss! Ott is van garantált legó. Az mi? Twilight Talisman. Növeli a Radiant és a Dark Damage-et. Na, mi miért nyomunk? Mit tudom én. Szúrósebzés nyomunk.
Legendary accessory. Ez nem tudom, mit jelent. A debuff státusz effektjeink véglegesen rajta maradnak az enemiken. Ha tippelnem kéne, ez azt jelenti. Lucky hit chance, 10% lucky hit chance izével, magic weaponnal. És ez hova kerül be? Ne szivas. Jó, akkor ez a debuff effekt ez maradjon fönt. Mondjuk az helyzet, hogy... Tehát, hogy nem rakunk fel semmilyen debuffot. Szóval így van, de minek? Srácok, utolsó előtti szint. És tudunk... növelni... HP-t. Soulheart vagy int? Hát egyértelműen int. Shrine. Epic weapon, shrine. Fortuna áldása. Plusz egy lák. Csak azt így elnyomjuk. Ott is van. Magic stash-re lemegyünk. Ó, elfajtok a kulcsok. Judgment Scroll. 1400, kötőjel 3145-ös sebzés. Hű. Ja, ez majdnem ugyanaz, csak annyira miénken nincsen enchant. Plusz 3-as. Jól szkélel STR-ből. Több manát zabál, nagyon messzire megy a támadása. Striking sebzés nyomat. Judgment. Ó, és judgmentelünk is még pluszba. Nice. Ja, de várjál, ez most olyan, hogy nekem kell célozni? Biztos nem. Dex. Int. Kulcs, srácok. Mondjuk ezzel is nekem kell célozni, de legalább nem úgy. Egyetlen egy kulcs. Big Soul! Big Soul! Gyere, Big Soul! Jó lenne egy szintlépés amúgy. Mondjuk akkor lehet nem a Big Soul-ra kellett volna jönni. Taverna. Vagy gold? Taverna, srácok. Na. Green Blossom. Stamina buff. Egy szobába. Good Interaction-nek számít. Jó van, tessék. Na te mit adsz? Saké! Critical hit, nem? Kösz. Ha, azt mondja, nem lehet mindenki olyan király, mint ő. És te mit csinálsz? Semmit. Enchantolja a fegyvert. Jó, mit csinált a fegyveremmel? 10% plusz sebzést rávágott. Ez komoly. Mondjuk lecserélte a másik enchantot rajta, de hát ez van. Na, te mit is csinálsz? Ja, rerollolja a tavernát. Rum, bor, sör.
Potion Cellar. Black Potion. Az én potionjaim túl erősek neked. Még egy szerencse potion. Jó. Na, azt mondja, szerencse potion. 10 szobára plusz egy lák. Stackkel vajon? Hoppá. Ide raktál egy bombát véletlen. Basszus, most mit nyomtam? Ja, semmit. Ja, látom, mivel kell scrollozni. Luck 1. Lucky hit chance 15%. Hát rolloljunk egyet. Hoppá, ezért még pénz is járt. De mit is csinál? Storm in the battle. Nope, ezt nem akarjuk. És ő mit csinál? Egy igazi harcos. Megjavít mindent, nagyon jó. Olyan cuccot adott nekünk, ami megjavít mindent. Repair powder. És ebből még veszünk egyet. Ő ugye húzná a fegyvert, mármint hogy enchantolna. Jó. Azt nem akarjuk. Ő bombát adnál. Na jó, csináljunk még egy pihenést. Igazából van pénz. Na ott van valami kockás ember. Gambling addict. Kérünk ilyen kockákat. Nagyon jó. És ő micsoda? Harminc goldért ad lelket. Ja nem, pont fordítva. Oh shit! Jobban el kellett volna olvasni. Illegális fegyverrészek. Na, lollipop. Egyértelműen lollipop. Kulcs, kulcs vagy beef? Kulcsra mentünk rá. Garantált set item, vagy garantált offhand? Az offhand be nekünk egy ilyen blokkos. Ja, hát akkor offhand. Ő a király, és éhes, és most fel akar falni mindent. Uzi király! Ő mit csinál? Mostoro! Ja, nem kell ennyire kiugrani. Nagyon sokat mocorog. Nem tisztelem. Srácok, a 9. boss. A 9. boss. Manát recoverál. Orbitál mana sztár van körülöttünk. Aha, ez mit tud? Dexért megismételheti az atakjainkat. Blacksmith számát. Weapon damage. 20% weapon damage az alapján, hogy
Milyenre van felfejlesztve a fegyverünk? Ez nagyon OP. Ez nagyon OP. A kérdés már csak az, hogy megtartjuk ezt a set itemet? Már lehet, hogy amúgy nem is kéne. Offend. Offend lesz most, srácok. És ugye ez a Star, ez sebez, meg malát tölt vissza. Az utolsó szint. Eljutottunk ide is. Kulcs, vagy STR? STR buff. Jaj, hogy az sebez. Nem baj. Még van egy hajzsavító készletünk. Lootot dob balra. Ezek itt már combosak. Ó, de szintet lépünk. Na. Hú. Equip load alapján növeli a debuff, de az a helyzet, hogy nem debuffolunk. Mana draining weaponre plusz top end damage. Ó, és hogyha megzabálunk egy manát, akkor trigger elődik egy magic bolt. 280 kötőjel 1248. Jó, legyen ez a lövöldözős. Ott van, ott lövünk. Azt mondja, Shrine STR. STR. Nem jó, srácok. Most el kell nyomnunk a javítást. Hú. Jó. Random resin. Vagy lezárt láda. Random resin. Öt kötél, 50 lightning damage. Tessék. Chop! Na! Moonstone. Companion. Melyik a jobb csatlakozni videokártya és mi? Melyik a jobb a csatlakozni a videokártya és a monitor között? Displayball vagy HDMI? 4K, 144 Hz. Én HDMI-t használok, de a DisplayPort az biztos, hogy kompatibilis általában. Nem mindegyik monitor képes arra, hogy 4K, 144 Hz-el okés legyen, de például egy PS-en nincsen DisplayPort. De most el videokártyáról beszéltél, úgyhogy attól függ, hogy milyen a monitor. Alapvetően DisplayPort az mindig jó, a HDMI meg lehet, hogy jó. Wrath Potion. Ilyet mindenféleképpen veszünk. Stamina egy szobára. Minden armor javítás, az is kell. Moonstone. Megveszük ezt is. Na és akkor ezt swapeljük szépen. Húszezerék sebzés. Ja, amúgy azért is gondoltam, hogy farkast kérünk.
Szóval farkas Moonstone nagyon jó, és akkor Red Potion-t akarunk elnyomni, nagyszerű, meg majd akarunk javítani. Jó. Ahol lehetne javítani, az meg pénzes. Videokártya egy 49-en, a monitorod pedig egy MSI... Na, azt nem vágom. Az a helyzet, nem vágom azt a monitort. Ujj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 
Event vagy búz? Event. Hát egy csomó szól. One final rest. Hát... HDMI 2.1, a 120 FPS-ig megy, szóval 4K 47Hz-et akarsz, akkor DisplayPort. Ó, ezt amúgy nem tudtam. Ezt nem tudtam, köszi az infót, Ben. És akkor még a végén hílelünk egyet. És a végén atunolunk egyet. Garantált ranged... Hát, de most így... Jó, akkor adj egy cipőt. Meg... A halál maga! Nem fogunk térdelni előtted. Lenyűgöztük. Meg kell halljak. Aha, szóval te nyomod ezt a kerektámadást. Bitorló azt mondja. Legyőztük a halált. Bam! A számláló ugyan megállt. Plusz egy armor, plusz egy evade és egy cipő. 20% attack speed és 20% movement speed, hogyha éppen mana kifogyás alatt vagyunk, hát akkor ez nem fog működni, de hát... Ez maltál copy volt? Kifáradtunk. Engedjük-e, hogy a hideg szél hátra lökjön minket? Vagy hogy elkapjon minket? Engedjük. Ha. Vörtír 2 lett, mert megcsináltunk egy objektívet. Oda néz. Oda néz. Mastery level 4. Na, szóval, most mi a küldetésünk? Beyond Tomorrow, tehát 5 különböző klasszal kell legyőznünk a halált, magát, és akkor kinyitjuk az ajtót a Shadow Plane-hez. Nice.
Na hát két pontot tudunk tovább is rakni. Azt mondja, hogy high roller. A dice jutalom mindig ad egy arany dice-t. Ó, minigémes szobák sűrűbbek lesznek. Backup armory az... az jöhet. Plusz egy luck. Plusz egy flaska. Amúgy flaskát nem is használtunk még. Lehet azért haltunk. Bone shop garantált. A harmadik, a hatodik és a kilencedik floornál. Jó. Kövi karakter. Klerikás. Klerikás. Iromanciás. Giromanciás. Tetszik ez a piromanciás, az a helyzet. Legyen ez. És a piromanciás mivel kezdjen? Hát mindegy. Jó van ez úgy. Piromanciás, let's go. Tudjátok most mit csinálunk? Átállítjuk. Ne legyen CRT. Jó. És ne legyen kamera rászkódás. Csak hogy lássátok, hogy így is milyen játszani. Meg átállítjuk a betűtípust. A harmadik szinten lesz a pawn shop. Megy a WoW? Jaja, már megy a WoW. Rank up! Hold the line! This hamlet shall not fall! Cucu, köszi szépen a rédest, üdv mindenkinek! Mi jó volt a menü? Mi egy ilyen elvont roguelite-ot próbálgatunk éppen. De... ne tévesszem meg titeket a látszat. Olyan content van benne, hogy... most jött frissítés december végén. Kegyetlen ez a játék. Egy kis Tarko aréna? Nekem nagyon adta, de nem szabad. Nem szabad többet nyomnom. Bár az új pályát meg akarom nézni, meg a Streets of Tarkovot is. Nézzük meg a kincseket. Ad egy XP-t. Jó. Set itemek vannak benne, olyan dolgok vannak ebben a játékban, beszarás. Dexes karaktert még nem próbáltunk ki. Igaz, az előbb ilyen warrior-szerűséggel kezdtem, aztán meg is lett belőlem a végén. Mert hogy nem jöttek olyan cuccok, amik ilyen nagyon erősek lettek volna. Most a piromantát kezdtem. Bomba, inkább rámegyünk erre a dexre. Hát nyilván ez kulcsba került. Jó, akkor most kulcs. Garantált rare item. Na, vele még nem is találkoztam. A goblin király.
fel, és böfög. Na, az első boss meg is van. Nézzük, milyen útot kapunk. Oho, Fire, Cold, Lightning Damage 20% plusz, hogyha az offhandbe tesszük, csak az offhandemben van egy olyan, hogy Flame Orbital, Fire Damage-et és Burnt, hát akkor ez Orbital nem kell. Ez meg a gyűrű helyére megy. Növeli a Scorch a bekapott Fire sebzést. Ha. Ez érdekesnek tűnik. Viszont emiatt bukni fogok egy HP-t, mert ugye lecserél a gyűrűre, ami adta a plusz egy HP-t, de erre a Scorchos dologra kíváncsi vagyok nagyon. Hát az első floor ez már meg is van. Atonolunk. STR. Damage dealt, equip load. Ja, hogy az equip load capacity-t is növeli az STR. Jó, erre megyünk. Hogy a dot is milyen szépen elviszi a zenemét. Újjói, meg lettünk átkozva. A lack ellentéte a körz. Ajaj. Curse hit chance. A kritikánál kettőt dobunk. Ajaj. Na jó, ezt le kell vegyük. Ezt majd le kell vegyük. Uncommon fegyver. Hát, egyelőre kulcs. Random dice. Az előző körökben nem is volt dice-unk egyébként. Aha, leaf-re megyünk rá. Azt akartam megnézni, hogy vajon hol látszódnak a dice-ok. Ja, tavaly előtti a game, és pont évvégén, most évvégén jött content hozzá, és annyi minden jött, hogy azt mondják azok, akik játszottak ezzel a játék, hogy beszarás. Ó, tehát itt annyit piálunk, amennyit szeretnénk. Ha kritelünk melee vagy ranged fegyverrel, akkor non-channel-ös magic weaponünk támadni fog. De 25%-kal kevesebbet fog támadni. Asztarat. Mikor lesz Siege stream? Hát, javaslom, ezért nem siege-ezek több videót. Ha 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 ha.
Úgyhogy hát nálam aztán ilyet lehet kérdezni. Berserk, emocionális buff, 20% attack és movement speed. Ha kritelünk, hát akkor ahhoz kritálni kéne, és akkor megyünk bombára. Taverna? Nem megyünk kulcsér. Imádom az ilyen piromanta izét, bildet. Legyen szó bármilyen játékról. Nagyon durva a mana regenem. Az előbb nem hagytunk el egy ilyet? Candy és Wooden Chest. Ja, hogy nem ment el az enemy. Kapta a kisvakont. Garantált body armor. Aha. Akkor charmra megyünk. Még vele se találkoztunk. Hát, oké. Sajna itt meg fogunk halni, szerintem. Azt a rohadt! Micsoda dodzsolás, le kellett itt vágni. %25 mana regen, plusz egy stamina, és az offhandünk Wisp Lantern növeli a primary damage-ünket az alapján, hogy mennyi soul van nálunk. Na taka, hát ezt ad ide. Mekkora jó már ez az item. Hát sajna most ezt most itt el kell healeljek, meg könnyen lehet, hogy ha nem healelek el, akkor igen. Cukorka, aha, hát amúgy mit tudom én, legyen ez. Kandi, egyetemen Kandi. Az int egyébként növeli a crit hit chance-t. Plusz egy Soul Heart, vagy Pawn Shop Soul Heart. És beledesseltem. Pont beledesseltem a... Azat le vagy átmegyek. Lőttem, tehát legalább Soul Heart. Warrior's Stash, hát az a nagyon sokra megyünk. Mana regem.
random consumable fogját. Egyszer jó. Ad egy soul heartot. Hát ezt el is jó. Beef. Ranger stash. Hát ez beef lesz. Na nézzük, valami fire-ös cuccot kapjunk. Plusz 10 power soul heartonként. Aura Radius. Húha. Karakterpanel, meg tudjuk nézni. Inventory, az is jó. Mert hogy mit is csinál ez? Primary attack. Most amúgy innen, ja így kell kérni. Hát a dominancia azt például tetszik, mert hogy intelligenciát azt gyűjtünk. De például a buffunk az csak a berserk. Ez meg, hogyha zabálunk 0,5 manát, akkor lighting magic megy ki belőlünk. Úgyhogy például az szimpatikusabb. Kulcs vagy dex? Dex. De azt akartam megnézni, hogy az a gyűrű van berakva, ahol növeli minden elementál sebzésemet, de nem az volt berakva. Amúgy például lightingos buildet is nagyon szívesen kipróbálnék. Garantált mili fegyver. Vagy kesztyű. Itt van Kula bácsi, aki méhecske még mindig. Nagyon stackelődik rajta a villám, ami nem tudom mit csinál, de biztos amúgy nagyon jó. Baszta... Az... Pont meghalt. Megmenekültünk. Ezek jó dolognak tűnnek. 10% damage magic weaponre. Aha, itt pedig STR alapján movement speed. Mana drain threshold a kesztyűre. Hiszen az elég sebzés a magic, az valahogy jobban hangzik. Itt volt az előző szinten a konsok, csak nem kellett. Hát ezt ugye nem használjuk. Vagy használjuk el. Kílelődünk. Most ez lehet, hogy sebzés buktunk miatt, de hát ez van. Ez kevés lenni a sebzésem. Azt hittem, hogy itt le lehet menni, vagy valami ilyesmi. Set item-es stash. Nem, candy. Szóval. Kéne nagyon nekünk mana regen. Dragon Slayer stash. Plasma cannon. What? -1740. Whitehorn. 557-es
poison damage. Na jó, ez mi? Instabilitás. 30%-kal több damage-et kap, de 30%-kal kevesebb lowend damage-et. Ezt meg kell nézzük. Gyere csak, azt mondja, hogy equip, és megy a cserem. Nagyon gyorsan megzaváltuk a manát. Nagyon kéne még mana nekünk, mert ez gyengusz. Gold vagy shop? Hát, gold. Azért megyek ennyire ezekre a startmövelekre, hogy szintlépés. Upgrade weapon? Hát végül is tudunk egyet upgrade-elni. Set item-es stash vagy pénz? Gold. Ne, és rásétáltam egy izé csontra. És még egy lövedékre is. Hát ez szörnyű hiba volt. Accessory. Garantált kesztyű. Nem tartozunk itt, de mondja nekünk Shambling Mound. Azt hittem jobban fog égni. Jó. Hát az a gond, hogy meg kell öljük még egyszer. De tényleg van egy revive-unk, azt nem is használtuk én. Ezt el is felejtettem. %50 movement speed, attack speed, orbital speed egy szobára. Missile-okat lövünk a rakétás kesztyünkkel. Hát ez mókásnak tűnik. Jó, most nem költünk, ugye? Már lehet, hogy kéne. Golden chest nagyon jól hangzik, de az inte megyünk rá. Ott volt a missile. Csak pont nem talált el senkit. Ja, és poisonerben vagyok? Ez jó. Itt esetén fatiguálást okozunk, és mivel körzölve vagyunk, ezért mínusz egy lehetőség. %11 esély van a kitrám. Na. Ez nagyon jó opció. Kulcs, gold. Jó. Legalább most már látjátok, milyen meghalt. Ja, az már volt.
akkor legalább valami. Hát Mastery level 5 legalább, ugye? Fú. Tax Collector. A Stamina Surge ahelyett, hogy egy szobára hatna, 10-re fog hatni. Hát a taverna, hogy most 10 helyett 5-be kerül. Black Marketre mehetünk be a tavernába. Ez itt mi? Royal Armory. A fegyvereknek sose lesz negatív encsantja. Jó, akkor ezt... Ja, hogy... Mi? Jó, hogy erre lehet rakni 3 pontot. Ja, hogy 3 választási lehetőség van, ezt észre se vettem. Hogy mi legyen fixem. Rise or Fall. Jó. 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 Na, nézzük meg a Ranger-t. Utolsó rán, srácok, legyen bármi. Milyen gyors? Hát biztos nem megyünk a körzre, ne haragudj. Kéne nézni, mit adnak az alapitemek. Range damage. Range damage. Jó. Hát kulcs. Hát, szeretnéd, hogy alma legyen, Konix? Kérünk Dice-t. Látok egy nyuszit erre fele? Hát persze, hogy csatlakozhatsz. Nem team-up-ol a rókával. Ő se team-up-ol a rókával. Melee damage. Super effektív multiplier. Az EXP-vel skillelődik a sebzésük. Van egy kis rókám. Kulcs vagy beef? Srácok. Megnézzük. Dex volt ott. Nem kell a bomba, viszont ahhoz meg kulcs kell, és nincs kulcs. Garantált accessory, garantált offhand. Hát ez kétkezes, úgyhogy nem fogjuk tudni használni. Garantált accessory-ra megy. Na, hát még vele se találkoztunk. Ja, mert mondjuk ő, Word 2 lehet? Lehet, hogy amúgy ő Word 2, azért nem találkoztunk vele. Amúgy igen, valószínűleg az.
Ajaj, a makjait lövi, srácok. Nagyon vagy. Vad. Igen, igen, World 2 ki is írta a játék. Fire damage. Full stack speed boostot kapunk. Body damage. Punch attack növelő, hát szuper. Ezt a cipőt berakjuk. Ez ugye torchlight? Ez. Bár ez nincsen telefonom. Húha, armory. Kunai. Na és most milyen sebzésünk van? 138. Igen. C-scale, ami ilyen kis C-scale. Igen, és ez mi? Mini B. 4-es szinten maxi B-vé alakul. Hát ez olyan dolog, amit így ki kell próbálni az embernek. Oh. Soul vagy... Hát... Andy. Ugye most upgrade-elni kéne a fegyvert. Raised morale-t kapunk. 10% increase damage nekem és a kompanionomnak. És bukjuk, hogy a sebzést kapunk be. És ez mi? Full stack of tailwind. Attack movement speed. Ez amúgy tetszik? Ez tetszik? Wooden kulcs. A dashnél gyorsabbak vagyunk, és gyorsabban is támadunk. Hát a pawnshop most nem kell. Ja, és dashnél triggerelődik a combat startos effekt is, tehát hogy még gyorsabb vagyok. Random resin. Ja, és amúgy poison-t rakunk fel ezzel a cuccal. Kristály fine. Tehát 15 és 35 cold damage. Jó, adjad amúgy. Bomba. Random dice vagy kulcs. Garantált charm. Ő, aki magányos és hideg. Kapta. És halott. Igen. Ez a fegyver, már csak fejleszteni kéne. Quiver. Azt mondja, de valószínűleg nem fogjuk tudni használni, mert hogy ez kétkezes. Nem, ez egykezes. Óhó, nagyon jó. De ez mi? Gun range, tehát akkor ezzel nem fog menni. És az se fog menni. Cserébe mana regen.
Köszönöm szépen a madaregent, az nagyon hasznos. Jó, akkor... Igen, tanakodtam, mert egyik se jó. Wooden chest vagy pénz? Pénz. Random consumable vagy armory? Oh. Lézerfegyver. Tégla. Legalább olyan vicces itemek vannak itt, mint a Enter the Gungeon-ben, azt nem tudom, ismeritek ám. Jó, jó, és ehhez... Ehhez mana kell. Milyen jó, hogy a manását hoztuk el. Mana kell, mana. Nincs elég mana. A városban tilos. Hírszelő lövés. Nice. Gold vagy kulcs? Gizsgugya! Gizsgugya, támadj! Repeating crossbow. Vandam. Vandam az egyszer biztos. Garantált body armor, garantált charm. Garantált charmander. Szögbelövővel kezdünk, hogy felrakjuk a poison-t. Mert a repeater. Szögbelövő. Poison. Akkor jó. Hol a bácsi? Jaj. Elment egy ivét. 10-es poison stack, labási, és valami 1000-es kritet kapott valamiben. Na, van itt kesztyű meg quiver, poison damage, uhuhu, hello. Na várj, és akkor ez működik. Működik vele, fury. Jó, és ez mit csinál? Equip load capacity, mana, threshold. Megint egy creepert hoztam el, de legalább ez poisonos. Valamit itt most fejlesztenünk kéne. Hát...
kérünk egy dash-t. És megyünk a beat-re. Jó. Szintlépés. Tudunk kétszer rollolni, ami nagyon hasznos. Top end damage-re megy. A crashing hit. De nincsen crashing hitünk. Raise morale. Kombat alatt periodikusan kapunk precíziót, ami ad 10% crit hitet. Kétszer másodpercenként, és bukunk precíziót, hogyha kapunk, mármint, hogyha okozunk crit hitet. Megnézzük. Alchemy stash, Dragon Slayer stash. Alchemy. Persze, hogy megisszuk, srácok. Int és Dex. Let's go! Azt, hogy belementem valamibe. Milyen szép sebzéseink vannak amúgy. Szép kritek. Blood chest. Megnézzük. YOLO. Öt XP. Mondjuk róla láttam volna az előbb. Repeated attack, 100% little chance. A repeated attack 25%-kal kevesebbet nyom. Tehát az attack speed modifier weapon damage-et ad inkább. Uh-huh. Chain Lighting. Ha lucky hitelünk, akkor van esélyünk Chain Lighting-ra, 11 kötőjel 1131 Lighting Damage-re. Hát, amúgy megnézzük ezt. Egyszer tudunk upgrade-elni. Mondjuk pont nem ezt kéne, hanem ezt a másikat akarjuk megnézni. Csak hát ehhez még kéne pénz. Kulcs vagy taverna? Megnézzük a tavernát. Hát volt valami lethal hit. Garantált magic weapon. Hát inkább az offend. A vámpírt megzavartuk az álmába. Osztorolt! Hát csak úgy eltűnt a HP-ja. Hát, ez gyönyörű volt. Hogy beleugrattam a körzbe. Uha, azt mondja, hogy HP. Nem okozunk márkot, pedig amúgy ez biztos jó lenne. Visplanten. Hát, igazából. Igazából egyik sem.
Mondjuk lehet, hogy ezen is lehetett volna rollolni, azt nem figyeltem, mert van egy csomó kockám. Hát ez ugye healálna engem. Lehetszunk egy healelést. Nem veszük fel. Viszont a lollipopot azt elhozzuk, mert gyors volt a bosszolés, elég erősek vagyunk most amúgy. Random potion? Ja, a damage az... kegyetlen. Azt a rat, 10 szobára 300 fire damage. Hagyjad. Brokkol... Úristen! Most, hogyha nem jó egyik sem rollolunk. 100% modifiereink. Tehát a movement speed-es, az attack speed-ese is rámegy. De nincsen. Mondjuk, de van. Van. Van, amikor az elején vagyunk. Ha kritelünk, akkor fatigue-t okozunk. De nem márkolunk itt, az a gond. A sharpshooter biztos nagyon király lenne, de nem megy. Lightning damage-et lehetne még nyomni Lucky hitre, de inkább az agility-t nyomjuk. Ez amúgy így... Aha, ez az. Ez jó. Periodical rétre rámegy az attack speed módosító rámegy a periodicalre, tehát akkor a poison az még erősebb lesz. Várjál, mi van rajtunk? Range damage növelő. Poison damage. Hát az annyira nem. Szerintem ez érdekes lehet. Hát ugye gyorsabban fog tikkelni a poison. Ha minden igaz. Amikor a Gatlingára? Nem, sajna, mert nincs olyan. Nem találkozok olyannal. Bár kéne pinc. Ja, hogy értelek. Nem, ez még mindig crossbow. Minek a poison? Bossra. Mert így sima mobok ellen nagyon jók vagyunk, de bossra... Hoppá! Robin Hood-os! Ja, ő ilyen énekes. Jó, hogyha az attack speed ennyire durva, akkor tényleg minek a poison, igazatok van. Jó. A dexünk hatással van arra, hogy milyen távolra megyünk. Amit a... Igen. Ja, egy kicsit brutálabb ilyet viszok, szevasz. Dashnél a primary altakunk garantált lucky hites. És ez egy gyűrű. Az kell amúgy. Az amúgy kell. Na jó, az a helyzet, hogy ezt a fegyvert most így nem tudom lecserélni. Golden chest. Text. Az end boss a halál, igen. Aminél tovább lehetett volna menni, csak én béna voltam. És megadtam magam.
lezárt láda, vagy STR. Obsidian chest. Equipment van benne. Ebben meg jutalmak. Legyen obsidian. Ja. Igen, igen. Hát, amúgy ez igazából mindegy, felvesszük, és akkor... Ó! Tehát, hogy itt ilyen kereső árót lőhetünk ki. 25% eséllyel. Kellnek, akkor nem kell nekünk a poison. Csak amúgy ez most nem aktív. Tehát, hogy aktiválni kell, utána jó lesz. Kulcs. Taverna. Taverna érdekes lehet. Megnézzük. Az a gond, hogy ez most itt kéne aludni. De mit is csinál? Nem, nem, ez biztos, hogy nem. Ja, ott a blacksmith. Csak nincs pénzünk. Na, várjál. Most már van pénz. De most már akarom fejleszteni ezt a fegyvert. Hogy így lehet, hogy nagyon jó lesz. Mi? De hát... De hát... Upgrade level... De nem tudom felfejleszteni ezt hogy? Ezt hogy kell vajon érteni? Hogy kell vajon a minibit upgrade-elni? Upgrade level 4-nél a... Ja, mert hogy biztos van olyan cucc, ami képes upgrade-elni tovább. Aha. Hát akkor mindegy. Sok javítottunk. Event vagy pénz? Event. Ez ilyen. 50%-os Magic Find. Garantált ranged weapon, vagy accessory. Ranged weapon nézzünk. Momoa! Itt van Momoa. Az Aquaman. Hát amúgy Neptunus gyakorlatilag. Szánalmas! Azt mondta nekünk, hogy szánalmasak vagyunk. Hát mégis ő halt meg. Ki kell dobjunk valamit. Fuha, Fury. Increase damage per stack. Ja, akkor ezt cseréljük. Ja, csak nem aktív. A francba, hogy ezek nem aktívak. Jó, eldobjuk a lézerfegyvert. .262, .545. Na nézzük. A DNA alteráció megzabálja a stackeket, és wound sebzés nyom, Jézusom, szóval, hogy ez valamilyen vérző sebzés nyom ez a Helixból. Nincs a fegyver.
Na hát ez meg olyan távolsági fegyver, ami dobálni kell. Nem lehet, nem lehet rollolni. Hát egyik sem úgy, egyik sem. Ahogy ezt így megnézzük. Na hát ez szint. Na, most lesz a jó. Most ez így stashből nyomja? Nem nyomja stashből. És mi a másik? Seeking Fear. Na, kérdés olyan, hogy increase damage-et akarunk, amúgy valószínűleg azt akarok, mint sem Seeking Arrow-t. Most már működik. A Fragility az amúgy jól hangzott. Egyébként igen, csak akkor nincs repeating lövés. Royal Armory. Kunai. Dizintegrátor, azt a rohadt. De van, hátszvep, van. Ja, szóval ott igen, ott jó lett volna. Valley of Laser Projectile, azt a rohadt. Na jó, ez kell. Ez kell. Ja, ezt nem töltöttem fel a francba. Hát, ez amúgy ezért valószínűleg sokat adnának. Gizsgutyának mi a sebzése? Jó, azt kidobjuk. Na, és akkor ez bejön ide. Nézzük csak meg. Nem repeatelünk, az a gond, srácok. Nem történt repeat. Mert ugye nem ad semmi se repeatet. Repeat csak ennél van. Úgyhogy nem működik, sajna. Pedig jó volt a terv. Dragonscale Armor, Clockwork Boots. Minden negyedik másodpercben triggerelje a dash effektet. Nem, az sajnos egyik sem, viszont... Ezt kidobjuk. Ja. És akkor még... Mini Beetle szabaduljak meg. Láncban, én csak most ki akartam dobni a dolgokat. Na és akkor... Hát az epiket ellózzuk, mert lehet, hogy el tudjuk majd adni. Dragon Slayer stash, nézzük, hát azokon kulcs. Lénekért lehet vásárolgatni. Shrine status effect permanens. Az komoly. Illegális Swift Light... Swift Saber. Attack speed van rajta. Ezen meg crit hit chance. Dragon Sword. Tehát, ha ezt hordjuk, akkor sárkány szárnyakat kapunk, ami növeli a movement speedemet.
Hát csak ugye ez. Ja, ez meg S-tírű. Ninja Headband. Menő cuccok vannak itt. Nagyon komoly illegál dolgok vannak. Damage effect. Hát ha bekapom a sebzést, akkor azt triggereli. A cigaretta. Érted? Érted, itt cigarettát árulnak. Hey, broski, azt mondja. Underground pawn shop. Ó, oh, értem. Szóval, hogy ez pawn shop, tehát el tudjuk adni a cuccot. Nem fogok hazudni, de adok érte 20-ast. Ja, és evil-t is kapunk, érte? Hát, oké. Okay. És akkor az megmarad. És akkor amúgy... Hol megyünk ki? Ja, itt. Random consumable-ból. Srácok, buktam valamit. Egy olyan evázióta, ahogy látom. Random potion, random raid tome. Adj egy potion. Adjatok itt potion nekem. Ó, oh, 1 HP. 1 HP. Mana potion. Milyen kedves. Mana potion. Glavius. És judgmentet képes okozni. Seraphim. S-tírű szkélelés. Itt majdnem rip lett, srácok. Ennek a rámnak. Ez érdekes, ez a Quiver. 35%-kal több damot tudok rányomni. Close range-ben. Tyler ruhája, és hogyha helyesen válaszolunk, ahogy Tyler válaszolna, akkor megjutalmaz minket. Oké. Okay. Range damage van nálunk. Az a Quiver jön velünk. Hát amúgy ez itt sajnos most ennyi lesz. Furious pedig taunt. Hát nem merek tauntolni. Ahhoz közel kell lenni, close range-be kell lenni.
Healeljek be. Amúgy jó. Az egy vas szűz. Milyen menő. Nem nagyon jó a sebzésünk, srácok. Nem kapunk olyan ranged bónuszt. Százszerzelékkel több statot kapunk a dexből. Hát amúgy nézzük meg ezt. Az a gond, hogy ez a repeating crossbow, ez nagyon rossz szkélelésű. Kéne nekünk egy... kovács. Kérünk egy rezint. Az STR bónusz az, mint hogyha most eltűnt volna. Mint hogyha eltűnt volna a sebzésem. Igen, csak hogy ez ennyire durván érződik. Komoly. Nem gondoltam, hogy ez a pár STR, 9 STR, ez ennyire fog érződni. Bósan azt hiszem nem kell neki, ja. Sebzés. Egy SMG. Jó lesz el a... Oho! 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 Na végre! Csak az a gond, hogy... Az a gond, hogy ezt nem fogom tudni fejleszteni. Most nem cseréltem ki. Hát a taverna talán még segíthet rajtunk. De ez enchantos. Viszont ezen nincsen enchant, a crossbone. A legtöbb ellenfélnek van damage resistance-a, igen, a nem éppen hatékony találatok 0%-kal kevesebbet fognak sebezni. Ó, akkor ez így elég jó.
Ez akkor, ez az unstop ebből az elég jó. Ő is mit is csinál? Purging Stone, Curse leszedő. Aha. Azt hiszem, csak... Nem tudom amúgy, hogy hol jelzi, hogy... Aha, nulla körz van rajtunk, jó. Ő rollolna. Ő healálna. Ő mit csinál? Illegális fegyver fe... Ez az! Ez az! Maxi B. Hát... Most már így... Comeback Blessing. Én jó magam alá nyomtam, azt mondja. Combat Encounter teljesítése sebzés bekapás nélkül healer rajtunk egyet. Oh. Garantált legendary item. Ó, oh, Succubus. Nincs itt a kis kutya, most látom. Ja, itt van, csak támadott. Szevasz, Vexor! Szevasztok, srácok! Na ez milyen csuka? Hú, Chain Lighting, 2 unit move-ért. Uh-huh. És amúgy túlterhelt leszek, ezzel is amúgy túlterhelt leszek. Dirndl! Sokkal jobban be lehet rúgni. Értem. Dashnél lecsap a villám. Ami most van, az nagyon erős. Mizu Vexor. Hát pénzünk van, igen. Na jó. STR és Dex. Epic fegyver. Nézzük. Railgun. Lightning damage. Ó. Ó. Staff. Aha. Ja, most csak a deck számít, igen. Nagyon tetszik ennek a sebzése, úgyhogy azért is gondoltam, hogy most... az STR, igen, az most semmi. Load kapacit... Ja, igen, mert még azt is buktuk. Kulcs vagy pawn shop? Szer a
elfimat 37 goldért. SMG-t. Lighting Woods-ot. Ja. 10 gold. Egy kis World of Warship. Na, nyomod, nyomod. A Stance is. Na. Hajrá, hajrá. Ez a Maxibi megcsináltuk, de nem tetszik. Warrior Stash. Az nem érdekel. Kulcs. Oda az ivér. Ez viszont itt már harc. Rare item. Garantált offend. Na nézzük a garantált offendet. Emerald 4-es vagy, az komoly. Srácok, elszúrtam. Pont beledő csoltunk. Sea Urchin, Orbital, Suppression. Hagyjad a csármat. Na, srácok. Jó lett volna hílelni is, de hát ez van. Sőt, hílelünk. Na, és most meg is van a heal. Nagyon jó. Minden range damage close damage-nek minősül. Mi is volt ez, ami close-os volt? De már nincs olyanom mi. Volt valami ilyenem. Aztán már nincs meg. Jaj ne, jaj ne, jaj ne. Jaj ne, halál. Na jó, jó. Greed touch. Hát ez... Warriors... Oh, brokkoli!
Mennyi dexünk van szerintetek már? 26. Na. Random dice. Anem jó ját, mi ez itt? Soul Heart-ot lehet kérni, vagy tessék, Red Dog miatt Dragon Slayer chest-e megyünk. Ja. Precise Lange-a. A Movement Speed Modifier 6 erre. A másik pedig egy Dragon Slayer BFG, de ez VBFG. Ha. Na, mutasd magad VBFG. Bomba shop. Shop. Stamina. Aha. Oh, Phoenix-tól. Na ez. Mi van? Ja, hogy nálam kell legyen. Jó, oké. Electric Eel. Az ennyi. Brokkoli, nagyon jó. Azt a rohadt! Van Final Rest. Garantált charm. Amúgy. Na jó, megnézzük, hogy a BFG milyen a halára. Na okoskodj. Ne annyira jó. Fúj! Bitorló! Nem haltunk meg. Jó volt, aha. Ja. Fú. Eltörik, hogyha 9000 damage-et csinálunk. Hát a kritikál hitet az behúzzuk. Na, srácok. Megfigyelnek minket.
Try to resist, igen. A halál elkerülhetetlen. Jó, valószínűleg most még nem tudunk tovább menni, de majd itt fogunk tudni tovább menni idővel. Do it again, mármint hogy... Do it again. Most ez miért lett ilyen? Vagy eddig is ilyen volt? Na. Olyan lassan megy. Amúgy még mindig nem használtunk HP flaskát. Double trouble. Ó, Tron Quest. Egy szinttel kevesebb kell. Pillangóhatás volt itt az előbb. Már válaszoltam a kérdésedre, White Recoil. Nem olyan fogok elratozni. Ja, hogy itt muszáj választani, hogy melyiket akarom. Egyre jobban adom ezt a játékot. Brutál, brutál jó ez a game. És még két nagy update jön hozzá az 1.0-ás megjelenés előtt. Mármint akkor kerül ki ugye Early Access-ba. Az alap Kovács képes fejleszteni a fegyvert level 4-re. Mennyibe fáj? 10 euró körül van. Ez a baloldali rész, hogy itt könnyíti az első szinteket. Ja, mondjuk az, hogy fegyvert ad a boss, az mondjuk elég jó. Jó van, kezdjünk egy lákkal. És easy módot is benyomjuk. De amúgy ennyi volt. Ennyi volt. Na várjatok, amúgy közben megjelent két új karakter. Mert szerintem a Gunslinger, ő nem volt itt eddig a revolverével. Illetve szerintem a Wanderer se volt itt a boomerangjával. Úgyhogy jelentek meg közben új karakterek. Itt van, Sorcival 10. szintig jutottunk. Wanderer... Mi? Ja, hogy kell feloldani? A Wanderer a halál megölésével oldódik fel, a Sorci a 10. szint elérésével. A lovag is. A Mystic akkor, hogyha 4 charm van rajta, a Pyro is 10 szint elérésekor. Upgrade level 3. Upgrade the polearm or spear to level 4 without help from equipment item. Hát akkor az valószínűleg el kell menni addig a blacksmithig, vagy valami super blacksmith kell. Ott van a Doppelganger. Ehhez például azt kell, hogy 10 klasszal győzzük le a halált. Ja, még vannak karakterek, igen.
még ötször kell meglátogatni a tavernát, és lesz várdunk. Neki lesznek akkor ezek a muzsikus cuccok, intes cuccok. Bandita lesz akkor, hogyha 750 goldot elköltünk. A tolvaj akkor, hogyha elhasználunk még 29 kulcsot. És a vizárt pedig akkor, hogyha elérjük a 40-es intet. Na, és akkor még itt vannak tírek. Itt még vannak tírek, ugye most az van, hogy ki 5 különböző klasszal győzzük le a halált. Ugye ha elérjük a Mastery Level 10-et, akkor itt feloldódnak ezek a kezdő giftek. Illetve... Ó! Most... ugye gondolom már legyőztük kétszer a halált. A bossoknak 25%-kal kevesebb HP és armorja van az első fázisban, de 25%-kal több van a másodikban. A kezdő fegyverünk negatív enchanttal jön. És a fegyverek sokkal több eséllyel spawnolnak negatív enchanttal. Ezek ugye nehézsége, nehezítések. Így van, és akkor ennyivel több Mastery XP-t kapunk. Amennyi nehezítést ugye bekapcsolunk pluszba. Nem is emlékszem már, hogy melyik volt az a játék, aminél ilyen nehezítéseket lehet bekapcsolni pluszba. Amit így szeretem, most biztos, hogy egy csomó eszetekbe jut, de... Én már nem is emlékszem. Mindig választottam valami nehezítést. Amúgy lehet, hogy Divisionben volt? 1000 éve volt, hogy ilyen nehezítéseket kellett választani. Amikor elkezdte játszani, nem hittem, hogy ennyi dolog lesz benne. Én sem. Brutális. Brutális az a content mennyiség, ami így folyamatosan fedi fel magát. Brutális. Hát ennyi lett volna mostanra, srácok, ez a game. Én szerintem megmutattam, hogy ezt a játékot miért lehet szeretni, hogy mit lehet ebbe csinálni, és hogy például ami nagy újítás, az az a Mastery XP. A Mastery XP az, ami most jött ezzel az update-tel. Szóval gondolom ezek is itt például. De ezt nem vágom pontosan. A stamina regen delay-jelvel van. Aha. 3 szek, 2 szek, plusz 1 szek. Azt a rohadt. Ez durva nehezítés. És lehet randomot is kérni. Király. Nem gondoltam, hogy több mint 3,5 órát belepakolunk ebbe a gamebe. Roppant mód élveztem. Bízom benne, hogy ti is, srácok. Azt hiszem, hogy ez meg fogja mozdítani a pénztárcátokat. Most még akciós, de nem sokáig.